Balog István körül pillanatok alatt gyereksereg gyűlt össze, amikor elkezdte a befogott madarak gyűrűzését és mérését. Most itt éppen a madárvonulás kutatás zajlik, a madarakat fogjuk be speciális madárbefogó hálókkal különféle helyeken, nádasban, bokros területen, erdőben, és hát ezeket a fajokat ugye aztán behozzuk ide a táborba, és gyűrűt rakunk rá, határozó gyűrűt, ami rajta van az adott ország gyűrűző központjának a neve, és hát egy kódszám és sorszám. Leveszünk különféle biométriai adatokat, és hát ezután a madarakat a gyerekekkel közösen elengedjük. A tábornak 40 állandó tagja van, ők lenni is alszanak a Jegricska partján a számukra felállított sátrakban. Igaz, hogy 10-kor van a takarodó, de minket olyan 12-kor szoktunk elmenni aludni, sokat pecázunk, sok halat fogunk. Hát is sokat megtudok a természetről az előadásokon, csónakázunk, gyöngyöt fűzünk. A vendégelőadók mellett a Falkó tagjai is szívesen osztják meg tudásokat a gyerekekkel, így Milinszky Pető Gabriella is, aki alapító tagja az egyesületnek. Az idén ezt a lepkéket választottam, tehát a lepkék rendjét, rövid ismertetőt a lepke, ugye, mint rovarok felépítéséről tartottam egy kis előadást, és azon kívül pedig bemutattam azokat a fajtákat, amiket esetleg a gyerekek itt láthatnak a tábornak a területén. A vasárnap záruló tábornak a helyiek mellett már évek óta környékbeli résztvevői is vannak, idén pedig Magyarországról is érkezett egy kisiskolás.